Az elmúlt időszak számos örömről, de megpróbáltatásokról is szólt Erdei Zsolt számára. A világbajnok boxoló harmadik gyermeke koraszülöttként jött a világra, ezzel egy időben az Ökölvívó Szövetség frissen megválasztott elnökeként is hely kellett állnia. Jó reggelt kívánok, Erdei! Jó reggelt, szia! Na, kezdjük ezzel az utóbbival, jó? Sziasztok. Amennyiben ez kellemes téma neked, hogy van, elnök úr? Köszönöm. Ez a megszólítás, ez a igen. Máshogy nem ismerek, tudod, így ülünk végig. Remek. Rendben vannak a dolgok, látod az alagút végén a fényt, amit szeretnél ebből kihozni? A hétvégén rendeztünk egy nagy nemzetközi tornát, ez a hagyományos Bocskai István Ökölvívó emlékverseny volt, 62. alkalommal immárom Debrecenben. 22 ország volt velünk együtt, ami egy komoly mezőnyt jelentett, és azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült a verseny, tehát szép látványos megjelenésekkel, úgyhogy mindenki elégedetten mehetett aztán a nemzetközi, a külföldi versenyzők közül. Te is bírod ezt a státuszt? Mindent, ami ezzel jár, tehát egy elnöki pozícióval? Most már. Na, most olyan, tehát valószínű, igen. Többen nézik a kollégáid. Igen, kollégáid nézik. Nem, remélem nem. De bírod, tehát, hogy nagyjából azt hozta, amit ettől reméltél neked? Én nem reméltem igazából sem. Aha. Gondoltam, hogy majd közben rájövök, hogy milyen, és akkor... Jó, csak ilyenkor az ember szerintem valamit akar ebből kihozni, tehát hozzá akar tenni valamit nyilván, azért kérdezem, hogy úgy... Persze, tehát, hogy... rengeteget akar hozzá tenni, és hozzá is fogok tenni. Szuper. Jó, oké. Na, beszéljünk Ilikéről. Evezzünk könnyedebb vizekre. Vilike, hogy van meg, illetve hogy vagytok családilag, hogy tudod ezt így összekezni? Ez lenne a könnyedebb vizek? Hát nem, mert a gyerekre mindig könnyebb valahogy beszélni. Jól vagytok, minden oké. Vilike szenzációs, esküszöm, mindjárt meg is mutatom. Már nincs nálam a telefonom. Hát azt pedig hozhattad volna. Mennyire most pontosan? Most 9 hónapos lesz. Úristen, mennyi. Úgyhogy szépen fejlődget, nyilván azért a most hogy nézzük, mekkorák vagyunk? Nem tudod, így súlyra? Szerintem a 8 és 9 kiló között. Igen? Tehát jó kis busa. Kezd emberes lenni, jó van. A feje van, jönnek a fogai, most már 6 foga kint van. Még oda nézd, mi ez. Meg vagyunk képileg. Jaj, de cukker, nagyon jó. Ez már régebbi kép, ez egy novemberi. Figyelj, hát nagyon izé, a apára hasonlít, hallottam, kezd kizé kerekedni, gömbölyödni a pofi, hallott, rendesen. Ha érted a célzást. Tehát nem a Vilikének kéne fogyni, szerintem, tehát lehet, hogy csak apa nyomdokaiba lépett. Egyem a szívét. Hát ő is ilyen, nagyfiam is, megmondom őszintén, ő is jól egybe van, különben pont vele volt éjszaka probléma, mert ő meg rosszul érezte magát. Ó, Istenem. Úgyhogy fönn voltam fél éjjel, hogy a szerencsétlen gyereknek a maradékát elpucoljam, ugye, ami kijött belőle. Aha, ja, Istenem. Úgyhogy... Gréti, hogy viseli, hogy már nem ő a legkisebb? Tökéletesen. Igen? Imádja a kicsit, nem egy olyan nagy babázós, de amikor egymás mellé fekszenek, akkor fogja a kezét, simogatja, úgyhogy minden rendben van a gyerekekkel, hál' Isten. Igen, így hárman ők így tök jól el vannak, tehát, hogy jó tesók? Tök jól. Igen? Az ez nagyon fontos, igen. Gréti mindig kérdezi, hogy a Vikony, mert úgy hívja a Viktort, hogy Vikonyka, hogy a Vikonyka mikor jön haza, hol van a Vikonyka, és akkor, hogyha hazajön, akkor játszik velem, persze, hogy játszik. Hát mondjuk a Viktort szólni kell, hogy azért játssz egy kicsit a tesóddal is, mert egyébként ugye a 11 éves. Jó, hát az is. Ugye az ő kis saját világába van bezárva, és akkor ilyenkor már szeretni a youtubereket nézegetni, meg hasonló jó munkát. Teljesen normális szerintem. Ez 3 gyereket így irányítani, meg leszervezni, azért az nagyon kemény. Hát logisztikát igényel, az biztos. De mennyire veszed ki a részed ebből? Hát amennyire csak tudom, de most ugye legutóbb 4 napot nem voltam itthon, mert el kellett mennem Debrecenbe, ugye nem volt az a verseny, nem akartam minden nap hazajárogatni, meg hát értelmetlen is lett volna. Úgyhogy a Rékának meg kellett küzdeni, én ugyan a Viktort elpateroltam, tehát ugye, mert képtelen lenne ugye elvinni őt iskolába, a másikat óvodába, és közben a harmadikkal mit csinál, úgyhogy 3 gyereket logisztikázni egyedül ő nem tudja megoldani, úgyhogy a Viktort azt a tesó még gondjaira bíztam ez alatt az idő alatt, de már nagyon vártak haza, nem csak azért, mert az apa hiányzott, mert az apának a segítsége el kell. Persze. Figyelj, most itt a Kuki az előbb nagyon magasra tette a lécet, azért feszegeti Vivi ezt a kérdést, hogy milyen apuka vagy, hogy azért te kiveszed a részed, tehát azért fürdetés, amikor otthon vagy, mindenből? Persze. Igen? Persze, hát én imádom őket. Hát nekem ez a legfontosabb. Tehát, hogy minél több időt tudjak együtt tölteni a gyerekeimmel. Persze, fürdetem, pelenkázom, altatom, olvasok neki, mesélek neki. Az év apukái második érkeztek. Helyezés. Az év apukája második helyezettje, bár azért itt van egy holt verseny szerintem. Abszolút, itt azért... ugye itt 3 gyerekről beszélünk. Igen, igen. Én megmondom őszintén, hogy én világ életemet, tehát a Viktor, amikor megszületett, én azóta azért, a Viktor azért is függ tőlem, szinte így csimpasz.
Igen, ő nagyon hatás. Mert én mindig is, mit tudom én, minden éjszaka, minden este mesélek neki, a mai napig is. A mai napig is olvasok, csak most már... Komolyan? Igen, mert az, egy ilyen közös szeánsz. És igen. Fölmegy, megfürdik, megmossa fogát, akkor kicsit azért ellenőrizgetem, mert trehány a gyerek, aha. És aztán utána lefekszünk, és akkor egy fél óra olvasás minimum. Jaj, de jó. Jó ezt hallani. Tök jó volt ez, mindenki. Nagyon szépen férfi köszönöm, ember, milyen jó. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Köszi, sok sikert, elnök úr. Köszönöm.